Ami közös minden coachban, az talán az az elképzelés, hogy minden ember csupa tudás, tapasztalat és tehetség. És hogy ezeket egy szakmával, a szakmának a kommunikációs fogásaival mi mozgósítani fogjuk tudni. Hisz annyi minden van az életben, amit nem tudunk kontrollálni. Legyenek azok emberi kapcsolatok, párkapcsolatok, munkahelyi viszonyok, picit túl nagy cipőbe kerülünk, vagy éppen rutinná válik az életünk, keressük a céljainkat, keressük a miértjeinket, váltásokra készülünk. Ilyenkor a coach, a szakmai támogató, vagy a segítőnk éppenséggel meg tudja gyorsítani a folyamatainkat, tud okos gondolatokat adni, hogy letisztuljon bennünk a képlet, tudja az érzelmeinket tudatosítani, vagy éppen olyan motiváltá tud tenni bennünket a céljainkkal kapcsolatosan, hogy tényleg egész testünkben érezzük, tudjuk, hogy mozdulnunk kéne. A coachingban, mint szakmában egyesül az a kreativitás, az a fegyelmezettség, és az a gondolati rugalmasság, ami minden célt, minden sikert kiegyensúlyozottan elérhetővé tesz. A coachingban úgy dolgozunk, hogy picit hosszabb időn keresztül, tehát folyamatban gondolkozunk, és mindig világosan megfogalmazott célok mentén.